Jönnek még srácok? Csúszik a jég! És nem kell letolni az ötöm, nem? Három időt elkérdezett volt a kis színet. Ja, szeretném szemben kicsit az érzéket is. Igen. Már előtt volt. Ha? Ó, köszönöm szépen! No. Szercsik B csapat a szupermenisek! Egy cuki kisvár, gratulálok a menések volt! Csíkszereda a U8-as csapatának a csapatkapitányát kérem! Nagyon szépen köszönöm a csapatvezetőknek, hogy elhozták ezt a rengeteg gyereket Debrecenben, hogy nagyon sokat segítenek abban, hogy itt a helyi égkoron is fejlődik ezeken a tornákon keresztül, reméljük minden április végén meg tudjuk majd rendezni, innentől kezdve lassan már kezd hazonnák hagyományjá válni. És külön köszönöm a szülőknek a támogatását, a debreceni szülőknek a szervezésre való részvételt. Veszprém, szupermeni csapata! Debrecen, szupermeni csapat, Szike bácsi adja el a gyereknek, és a kupák. Olyan sok érem és kupa van, és olyan sok csapat, hogy komoly logisztikát igényel, hogy mindent át tudjuk adni. Veszprém U10-es B-csapatát várjuk ide a B-csapatot. Igen! Gratulálok! Hallom, hogy három hete nem volt a jégen. Fantasztikus!
fantasztikus volt, összörényénik olyan csapatot ilyen jól játszani. Rengeteget fejlődtetek, de Bodán Bélekhez képest tényleg büszkék lehettek magatokra a szuperre. Miskolc, Utíz, négy csapata. A török riválisunk. Majd megkérdezem a nekőben, hogy ki nyert többször az idén. Megveszem a Miskolc. Szerintem te veszem. De az is lehet a Miskolc. Miskolc B-nek a kettes csapata. Gratulálok. Miskolc fél, hogy nem lenne Debrecenben sem kapni. Nem lenne kivel játszani. Óbudi, az óbudi A és B csapatot egyszerre kérnék, mert mi tudjuk nekik átad, hogy mind a két csapatnak a képviselőjét kérnék. Innen nem látom a gyereket, nem tudom, hogy Felcsi, U10-es B csapata. Arnold, nem ambicionálja ezt az érem ki ott? Gratulálok is. Miért van most? Hát ez hátul beszélget az itt meg. Ja. Négyes. Majd meg lesz. Olyan, tehát Gyergyó U10-es B csapatát várom. Gyertek. Gratulálok. Meg ügyesek voltak. U10-es ásak. Még mindig a B, bocsánat, még mindig a B. Ez a B, legyvések vagy, hogy ásak? Á. Fiam, ki. Akkor visszatérnek egy csicset. Akkor ott legyen a kis elég, jó? Mert a B is a B. Akkor állok egyedül. Na meg is van a hoklevél is. Na az A csapat, a gyermi A csapat, a B csapat, aki elvesztett a csapat. A B 2-es csapat, aki még nem kapott, gyermi új, aki jöttek. Jó. Jó, oké, ciao. Gratulálok, és köszönjük, hogy eljöttek. Megvan? Megvan, gyöltözökre visszament, hál' Istennek, úgy figyelsen. Debreceni Hoki Klub, U10-es csapata, a B csapat először jöjjön. Gratulálok! Csíkszereda A csapata, itt van még? Na, remélem. Gyertek. Gratulálom, hogy ügyesek voltatok. Miskolc A csapata, U10-esek. Gratulálok. Ott kell tudálni. Jászberényiek, másik szomszédvár, U10-es csapat. Ott lehetett nemzeti szint külköt venni. Aha. Ezt a formájunk. Felcsi, U10-es A csapat, a jöjjön ide a hajánlányokat.
Veszprém U10-es A csapata. És mindenki megkapta az autógrafot, hogy rosszak vagy még nem. Akkor jöjjön a korosztályból búcsúzó U10-es Debreceni A csapat gratulálva a még egyszer köszönöm, hogy eljöttek, és akkor búcsúzzunk a botokkal, egy hatalmas nagy csapkodás, csatakiáltás. Magosan köszönöm szépen, hogy itt vagyok. És egy közös csoportképet csinálunk a torna zárásaként. Egy kicsit mindenki hátrébb. Lehet keverem, minden muszáj csapatonként. Így is egymással játszottunk. Még egy picit hátrébb. Gyergyőjök is tolathatnak jobban. Miskolciak is tolathatnak hátrébb. Keményen nyomja az a hideg levegőt. Azt mondom, nem kellemetlenül jön pont a abból a csőből. Csőből. Na ebből mi lesz? Egy ilyen dupla panorámával klárni, befogad az egészet. Ha valaki látható. Jó az a nyomja. Azt gondolod? Igen. De most csak nyomok egy panorámát, aztán... Szerintem csak összeszedik őket. Na, az Arnold szól. Ne, de van kötve.